lehetőséget. Először is köszönjük a budapestieknek azt a türelmet és a megértést, amivel fogadták azokat a elkerülhetetlen kellemetlenségeket, kényelmetlenségeket, és köszönjük a verseny idején is a türelmet a közlekedés szervezési intézkedések iránt. Természetesen a megnyitó napjára minden elkészül, ahogy miniszter úr mondta, utolsó sinyitások vannak, és Budapest a megnyitó napjára készen áll, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseményének otthona legyen. Ez nem csak a világ egyik legnagyobb sporteseménye, hanem egy nagy városfejlesztési terv és egy nagy városfejlesztési projekt is volt, most már befejezett múltban nagyjából fogalmazhatunk. Régi budapesti tervek, régi budapesti álmok váltak valóra, régi adósságokat tudjuk törleszteni. Jobb otthona lesz ezáltal Budapest, a budapestieknek is egy még jobb városunk lesz. Mit jelent ez konkrétan? Megújuló, kibővült és korszerű vízfelület áll a budapestiek rendelkezésére. Több és jobb vízfelület lesz Budapesten a világbajnokságon köszönhetően. Több gyalogos és kerékpárút, vagyis jobb közlekedés és jobb minőségű, több közterület, több zöld felület áll Budapesten a budapestiek és a budapesti látogatók rendelkezésére. Ugye a vízfelület tekintetében már március óta, tehát jóval határidő előtt, ha valaki veszi magának a fáradtságot és a tényeket számba veszi, akkor láthatjuk, hogy egyetlen fillér költségemelkedés nélkül határidő előtt elkészült a Duna Aréna. Elkészült, és már a versenyre készülő vízipólósok használják is edzésre a hajós úszodát a Margit szigeten, és elkészült használatba vételi engedélye rendelkezik, és ami a holnapi naptól a terveknek megfelelően a versenyre készülő először hazai, majd ahogy érkeznek ide külföldi versenyzők, edzésre használhatják a komjádi úszodát is. Mindez természetesen csak a világbajnokság idején lesz így. Ezek a létesítmények, ahogy miniszter is mondta, nem a világbajnokságra készültek. Kétszer két hétig otthont adnak a világbajnokság versenyének és edzésének, egyébként pedig Magyarország Budapest polgáraira készültek. Ahogy szoktuk fogalmazni, a Duna Aréna és az összes többi létesítmény mindenkié. Otthona lesz a kisiskolások és óvodások úszásoktatásának, a családoké, a gyerekeké. Edzőbázisa lesz a magyar, már most is az a Duna Aréna, hogy a március óta reggel 6-tól este 10-ig használják a korosztályos és felnőtt versenyzők egyesülhetett klubok, iskolák. Tehát otthona lesz, edzőbázisa lesz a magyar versenysportnak. Minden évben rangos hazai és nemzetközi versenyeken szurkolhatunk a magyar sportolóknak, tehát a szurkolóké, és természetesen a nagy közönségé, ahogy a Komjádi és a Császár korában, most már a Duna Aréna és a világbajnokság után, illetve a szükséges átalakulások lezajlottak, akkor a hét minden napján nyitva a nagy közönségnek, a szabadidős sportolóknak, a hobbiúszóknak is. A világbajnokság óriási előnyöket jelent Magyarország Budapest számára. Nagyot lendít Budapesten, erről már beszéltem az előbb, már rég szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket, építkezéseket tudtunk így végre valahára megtenni. Ha valaki járt a Komjádban, például csöpögő csapok, rostás szerkezetek és sok minden más már rég nyitatlan tető, tehát ő már átért egy felújítás a világbajnokság nélkül is. Másodszor térképre teszi Budapestet, de egészen biztosan, hogy jó számokat tudunk majd utólag, amikor a tényadatokat ismerik meg Budapesti turizmusára, gyakorolt hatásáról megismerni a világbajnokságnak. A világbajnokság előtt, közben és utána emeli a Budapesten látogatók számát, és természetesen Budapest jó hírét költi a nagyvilágban. Többen fogják megismerni, többen fogják a jó hírét hallani Budapestnek a világbajnokságnak köszönhetően. A harmadik, hogy egy nagy sportsiker lesz, erősödik a magyar úszás, a magyar versenysport, de ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy a Magyar Úszószövetség és a Magyar Vízilabda Szövetség és a többi szakszövetség is arról tud majd szeptemberben beszámolni, hogy javarészt a világbajnokságnak köszönhetően jóval több gyerek jelentkezik úszni, vízilabdázni ősszel. Egyébként az esztendőkben népszerű lesz az egészséges életmód. Gazdasági haszonnal is jár negyedik pontban, és végül ötödjére minden nehézség és ellenbukerek kórusa ellenére össze fogja kovácsolni a szurkolásban a magyarok közösségét. Minden adott ahhoz, hogy egy siker
legyen. Van egy csodálatos városunk, ami nyáron még izgalmasabb, fesztiválszerű, fantasztikus Budapest. Vannak nagyon jó helyszíneink, van egy úszást szerető és úszást értő közönségünk, és nagyon sikeres sportolóink. Az én tippem legalább 10 érem, a fele arany, úgyhogy az utolsó simításokat a hátra napokban elvégezzük. Budapesten együtt oralmány készen áll, és minden adott ahhoz, hogy egy nagyon sikeres összes világbajnokságot.